No, hát nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Egy műhely titokkal kezdeném, hogy amikor Szitjei tanár úr meghívott engem, sokat egyeztettük, miről is kellene beszélni, és hát azt mondta, hogy olyasmiről beszéljek, ami 8-tól 12-ig élvezhető, vagy legalábbis bizonyos részei élvezhető. Én megpróbáltam egy olyan témát idehozni, amiben vannak nagyon érdekes dolgok, és nagyon messzire is el lehetne menni benne, de vannak olyan részei, amik tényleg élvezhetőek és népszerűek. Nos, hogy kerül egy fizikatáborba matek? Hát ez már egy nehezebb kérdés, de azzal mentegetőznék, hogy az jól ismert, hogy hát egészen a 20. század elejéig a fizika meg a matematika az egy tudomány volt, és hát mind a mai napig vannak olyan kutatók, akikről nehéz megmondani, hogy ők fizikusok vagy matematikusok éppen. Hát egy kis esett tanulmányt hoztam ide önöknek, meg akarom mutatni, hogy hogyan is működik a matematika egy szokatlan helyzetben. Osztozkodásokról lesz szó, igazságos osztozkodásokról, bemelegítésképpen mindenki ismeri a történetet, hogy a róka hogy osztott el a sajtot a két maci között. Hát ez egy nem igazságos osztozkodás, tehát gyorsan lépjünk is tovább. Nem ismeritek? Elnézést. Hát úgy szól a történet, hogy a róka félbetöri a sajtot, de az egyik fele sokkal nagyobb, mint a másik. Hát akkor a maszkok nem akarnak választani. Ó, segítek rajta, letör a nagyobbból egy jó nagy darabot, ugye az lesz a kisebb. Megint akkor aszimmetrikus, megint nem választanak a maszkok. Tehát lehet sejteni a véget, a jól lakott róka távozik, és a maszkok azok hoppon maradnak. Hát ez egy modellértékű történet, tehát például a rókák nem is szeretik a sajtot igazából, de minden esetre nagyon ravaszdiak ehhez a konstrukcióhoz. Hát nincs az osztozkodás problémája. Az első példám egy Móra Ferenc novella, tessék utána keresni és elolvasni. Ez a koronainfláció idejéből származik, amikor elment két gazda a piacra, eladta a termést, és kapott egy kötek pénzt, szószoros értelme, egy kötek pénzt, és hát ilyen nagy számokkal nem, hogy a gazdák, de még a csillagászok se tudtak mit csinálni, elkezdték elosztani kék pénzeket egyet ide, egyet oda, zöld pénzeket egyet ide, egyet oda, piros pénzeket egyet ide, egyet oda, és hát egy piros pénz a végén megmaradt azzal, mit csináljanak. Hát, hogy mit csinálnak, azt majd önök kiderítik a Móra novellából. Tessék utána keresni. Megfogalmazom inkább a problémát, amit vizsgálni szeretnék. A probléma ez, hogy van valami, én most pizzákat fogok emlegetni ebben az előadásban, de hát ez lehetne egy kupasz aranypor, vagy bármi más, amit föl kell osztani egy gyerek között, méghozzá úgy, hogy mindenki úgy érezhesse a végén, hogy ő azért nagyon rosszul nem járt. Nincs mérlegünk, nincs centink, de van egy éles késünk, amivel bárhol el tudjuk a pizzát vágni. Nem tudom, hogy ez a feladat ismerte. A két gyerekes megoldás az tiszta sor. Aladár megfelezi a pizzát valahogy, Béla meg kiválasztja szerinte nagyobbat. Ugye Béla nyilván elégedett, mert ő választotta a nagyobbat, Aladár meg csak magára haragudhat, hogyha nem igazságosan osztott. Tehát ez egy konszenzus, ez egy korrekt választás. Mi a helyzet, ha hárman vannak? Ez egy lehetőség, hogy Aladár és Béla először megfelezik. Aztán Aladár is, meg Béla is az ő darabját háromba vágja, és Csaba egy-egy darabot mindenhonnan választhat. Tessék belegondolni, Aladár, Béla, Csaba elégedetten távozhat. Mi a helyzet, ha négyen vannak, ugyanezt csinálják, először megfelezik, aztán megharmadolják, aztán megnegyedelik. Aki tanult teljes indukcióról, tudja, hogy ez egy indukciós bizonyítás. Van egy másik módszer, ez talán szintén ismert. Ott a pizza. Aladár oda teszi a szélére a kést, és elkezdi mozgatni. És lesz egy pillanat, amikor valaki fölkiált, hogy vágd el, nekem az a darab jó. Na most ő azt a darabot elviheti, ő maga mondta, hogy neki az jó. A többiek meg nem sokalhatják, hogy ha valaki azt gondolja, hogy te sokat vittél, komám, hát miért nem szóltál hamarabb? Akkor ha az több, mint a nekem járó, akkor te már hamarabb elvihettél volna egy kisebb darabot. Szóval ez egy tisztességes osztozkodás, és megint az a rendszer, az a algoritmus logikája, hogy akkor Aladár levágott egy darabot, azt valaki elvitte, és egyel kevesebben vannak, most már egyel kevesebb fele kell osztani a maradékot, előbb-utóbb elfogynak. No, hát ez egy jól ismert eljárás.
Egyedül akkor van baj, hogyha ez a pizza, ez egy igazi pizza, és különféle dolgok vannak rajta, sajt, olajbogyó, ananász, micsoda, és hát nem mindenki szereti egyformán ezeket a cuccokat. Na, most jön a matek. Megalkotjuk a pizzához a mértékfüggvényt. A mértékfüggvény azt méri, hogy a pizza egy darabja, az mennyire értékes számomra. Mondjuk az egész pizza az egy. Ez rögzít egy mértékegységet. És hát mitől mértékfüggvény egy mértékfüggvény? Két követelmény van, ugye a mérték az mindig nagyobb egyenlő nulla, tehát bármely darabja a pizzának nem negatív értékkel bír számomra. És megvan ez az úgynevezett additív tulajdonsága, hogy hát két különböző darabot, ha egyesítek, akkor a mértékük az összeadódik. Elég nyakatekert fogalom, gondolom. De például olyan fizikai fogalmak, mint a tömeg vagy a töltés, azok mértékfüggvények. Tessék belegondolni, a tömeg az egy olyan dolog, hogy egy testnek bármely darabjának van valamekkora tömege, az egy nem negatív szám, és ha két darabot egymás mellé teszek, akkor a tömeg összeadódik. Az elektromos töltés is. Nem adódik össze? Parancsol? Magfizikai részecskéknél nem adódik össze. Na és akkor újra megfogalmazom a problémánkat. Van a pizzánk, föl kell osztani egy gyerek között, úgy, hogy mindenki elégedetten távozzon az osztozkodás után, és mindegyik máshogy méri a pizzát, a saját függvénye szerint. Ugye Aladárnak esetleg a sajtosabbik rész az értékesebb, ő egy kisebb darabbal is örül, elégedett, hogyha jó sok sajt van rajta, a Béla inkább az ananász szereti, tetszene kérni a szituációt. Meg lehet-e csinálni a dolgot? Az, hogy nem azonos a mértékük, az milyen problémát jelent az előzőhöz képest? Problémát jelent? Nem jelent problémát? Vagy megoldhatatlanul nehéz problémát jelent esetleg? Ugyanúgy dolgozhatunk, mint az előbb, igaz? Hát tessék belegondolni, hogy az előbb sem mértünk, nem volt sem mérlegünk, se centünk, semmi, csak azt kérdezzük meg, hogy elégedett vagy vele? Igen, nem. Hát ez a mértékétől függő. Hát kivéve egy nagyon érdekes szituációt, amit szeretnék megmutatni valamennyire egy grafikonon is, vagy hát egy animáción. Ugye a sima pizza esetében, most miért ilyen alakú ez a pizza? Hát nem ilyen szokott lenni a pizza. Ugye kérem szépen, mindenki olyan szemléltetést csinál a számítógépen, amilyet tud. Nem amilyet szeretne, nekem ilyen sikerült. Tehát ez az izé a pizza, és ahogy mozgatom a kést, ugye a számomra fontos rész, a baloldali rész mértékét látják, a piros pötty mutatja. Talán látványosabb lesz, hogyha beállítunk ide egy nyomvonalat. Ugye látszik, hogy mit akarok mutatni, hogy mozgatom a kést, a levágott darab mértéke, ugye nullától egyig növekszik, nyilván az lesz az izgalmas, ahol egy-ketted, ez most a pizza felezés problémája, egy-kettednél el tudom vágni. Tehát itt van az egy-ketted. Na, ezzel nem is volna baj. A baj ott van, hogyha ebben a pizzában van egy olajbogyó, ami különösen értékes számomra, mert én nagyon szeretem az olajbogyót, és tessék megnézni, hogy hogy változik a mértékfüggvény. Hoppá, ugye? Köszönöm. Beállítjuk a mértékfüggvény, a nyomvonalat. Na most akkor mi történt? Hát egy ilyen olajbogyós pizza esetében
ez egy nem folytonos mérték, ugye ott hirtelen ugrik egyet, és hát világos, hogyha így áll a dolog, akkor nem lehet igazságosan megfelezni a pizzát. Nem működik az én osztok, te választasz módszer, mert én nem tudom az én mértékem szerint félbevágni. Ugye ez egy olyan szituáció, hogy maga az a óval jelölt olajbogyó, ugye látják szép zöld, mint egy olajbogyó, az több mint egy-kettedet ér, tehát akár melyik beesik, az egyik az lényegesen rosszabb lesz, mint a másik. No, hát ha ilyen netán, ilyen olajbogyós pizzákat kell osztanunk, akkor nem működik az előző módszer. Úgy hívjuk ezt, hogy ez az atomos mérték. Ha a tömegre gondolunk például, és nem részecskékre, hanem a szép régi 19. századi fizikára, akkor ennek az atomos mértéknek megfelelő tömegpont, ugye egy szép folytonos testet ugye félbe tudok vágni, meg tudom felezni, de ha van benne egy tömegpont, akkor nem biztos. Hangsúlyozom, ugye pontszerű, tehát ha arra gondolunk, hogy ez egy nagyon kicsi, 3 mm-es csupán, akkor ezt egy matematikai késsel persze félbe lehet vágni, az nem gond. No, hát minden esetben akkor maradjunk a folytonos esetben, jó? Látták, hogy mi a folytonos, mi a nem folytonos, az, amikor volt az a hoppá, az a nem folytonos, a másik meg a folytonos. Esetleg egy szép matematikai definíciót tudnánk adni a folytonosságra. Ez a matematikai definíció, van egy függvényünk, ha az x közel van az a-hoz, akkor az fx közel van az f-ahoz. Közel megyek, közel megy. Kicsit riogatni akarok valakit, akkor fölírom ennek egy másik definícióját. Nem kell megijedni, egy matek szakos hallgató első fél évben megtanulja kezelni az ilyen formulákat. A két sor ugyanazt jelenti. No, az egy folytonos függvény az lehet nagyon bonyolult. Ez a itten egy folytonos függvény. Hogy nézhet ki vajon? De akinek pici érzéke van a formulákhoz, az látja, hogy a nullában lesz vele valami disznóság. Ugye, mert a nullában külön definiáltam, a nulla az nullát rendel, a nem nullához valami izét. Ott az 1 per x az figyelmeztet, az 1 per x miatt van a nullával a baj. És akkor ezt is megmutatom egy animáción. Ő ez a folytonos függvény. És én most azt fogom csinálni, hogy kicsit kinagyítom azt a nulla körüli részét, jó? Tehát ha kicsit a skálán látják, a tenger skáláján, kicsit közelebb mentünk, és azt látjuk, hogy rettenetesen sűrűn hullámzik a nulla körül. Ugye itt már nem is látjuk, itt a számítógép már folytonosnak ábrázolja, ez nagyon sűrű hullámzás, és ha még közelebb megyek, mi fog történni? Ugyanez. És ha még közelebb megyek, ugyanez, és ha még közelebb megyek, ugyanez történik, egyre sűrűbben és sűrűbben hullámzik. Kérem szépen, ez egy folytonos függvény, csak azért hoztam ide ezt a grafikont, hogy lássák, hogy a folytonosság nem feltétlenül azzal függ össze, hogy szépen monoton növekedő, mint a pizza felezés esetében. Ez egy sokkal bonyolultabb, de attól még hát folytonos függvény abban az értelemben, ahogy azt definiáltuk. Teljes képernyőre, és azért ennek az osztozkodásnak újra itt fölírtam a diára, hogy tulajdonképpen ez a módszer nem azt garantálja, hogy mindenki megkapja neki járó 1 per n-ed részt. Az nem biztos. Csak azt garantálja ez a módszer, hogy jogá lehetősége volt arra, hogy megszerezze az 1 per n-ed részt. Tehát csak magát hibáztathatja, hogyha úgy érzi, hogy rosszul járt. Még akkor is, ha a többiek összebeszéltek ellene, még akkor is így van. No, folytonos függvényekről egy nagyon fontos tétel, Bolzano tétele. Bolzano tétele azt mondja ki, hogy ha van egy folytonos függvényünk, ami valahol pozitív és valahol negatív, akkor közte valahol nulla is. Ez a x-tengely, pozitív, negatív, közte a valahol át kell, hogy menjen a nullán. Hát ennek különféle bizonyításai léteznek, ugye nincs matek előadás bizonyítás nélkül, tehát én erről beszélek egy picit.
oroszlánfogás módszerrel szokták bizonyítani. Oroszlánfogásnak sok ismert módszere van, én most kettőt említek meg. Fizika táborban vagyunk, tehát a fizika módszert el kell mondanom. A fizika módszer az, hogy csinálunk egy ilyen félig áteresztő szitát, ami olyan tulajdonság, hogy minden áthullik rajta, ami nem oroszlán, és minden fönnakad rajta, ami oroszlán. Tehát az egész Szaharát ráöntjük erre a szitára, és akkor ami fönnmaradt, az az oroszlán. A matematikus módszer egy kicsit bonyolultabb. A matematikus módszer az úgy szól, hogy először is akkor fogjuk az egész Szaharát, abban ugye valahol ott van az oroszlán, és aztán négybe vágjuk a Szaharát, akkor legalább az egyik negyedében ott van az oroszlán. Akkor foglalkozzunk már csak azzal a negyedével, azt megint négybe vágjuk, legalább az egyik negyedében ott van az oroszlán, azt megint négybe vágjuk. Végül egy nagyon kicsi területre lokalizáltuk az oroszlánt, na akkor leborítjuk egy ilyen hálóval, és hát meg van fogva. Világos a módszer hibája, ugye, hogy a Szaharában nincsenek oroszlánok. No, hát a Bolzano tétel bizonyítása az, ugye nem sivatagunk van, csak egy intervallumunk. Az intervallumot nem is kell négybe osztani, csak felezgetni. Itt látnak egy ilyen oroszlánfogásos bizonyítást. A-ban pozitív, B-ben negatív, megnézzük, milyen a felezőpontban. Ha nulla, kész vagyunk. Ha meg nem nulla, mondjuk negatív, akkor az A-ban pozitív felezőpontban negatív, már egy fele akkora intervallumot kell vizsgálnunk, aztán megint fele akkora intervallumot, megint fele akkora intervallumot. Aki tanult ilyenekről, ugye az előbb Szitjai tanárról azt mondta, hogy konvergáljanak az előadó teremben, konvergenciáról van szó. Aki tanult ilyenekről, az tudja, hogy lehet ezt a gondolatmenetet pontossá tenni. Ez az egymásba skatujázott intervallumok tétele néven szokták emlegetni az eredményt. Én most egy másik oroszlánfogásos módszert is idehoztam. Osszuk rögtön n darab pici részre az intervallumot, és számozzuk be úgy, hogy a pozitív pontokban 1, a negatív pontokban 2. Oké? Na most, hogy a bal végpontban 1, a jobb végpontban 2, és megyek végig a kicsi intervallumokon, lesz legalább egy olyan intervallum, ahol egyből kettőbe vált. És könnyű belegondolni, hogy lehet, hogy egy lesz, lehet, hogy több lesz, de mindig páratlan sok lesz, ugye, mert egyből indulok, kettőbe kell érkeznem, akkor páratlan sok váltás képzelhető el, de ha páratlan, akkor egy biztosan. És ugye azt mondtam, hogy elég sok részre osztottuk, elég kicsi intervallumokra bontottuk, akkor egy elég kicsi intervallum az már nekem jó, mert ugye mit mondtunk, a folytonos függvény attól folytonos, hogyha kicsit változtatok az x-en, akkor kicsit változik a függvény. Ha elég kicsit változtatok az x-en, akkor elég kicsit fog változni a függvény. Pozitív és negatív is, akkor ott kell, hogy legyen nulla is, mert kicsit változhat csak, és hát az a elég rövid intervallum az nekem gyakorlatilag jó ahhoz, hogy ott van, megfogtam az érus helyet. Na, és akkor elkezdjük ezt a tételt alkalmazni. Van egy tételünk, akkor alkalmazni fogjuk. Első számú tételünk, ha egy zárt intervallumot önmagába képezünk, akkor lesz olyan pont, ami saját magába képeződik. A bizonyítás talán így a grafikonon a legegyszerűbb megérteni. Ugye ezt az intervallumot képezem ebbe az intervallumba. Tehát ezt az AB-t ebbe az AB-be. A piros függvény az a folytonos függvény, amely a leképezést valahogy megvalósítja. Ugye látják, hogy ez egy elég bonyolult piros függvény. A kék pedig egyszerűen a y egyenlő x. Na most a piros függvény muszáj, hogy átmenjen ezen az yx-en. Tudnék, ha itt fölötte van, itt meg alatta van, akkor valahol éppen átmegy. És muszáj, hogy fölötte legyen, az A-ban muszáj, hogy az A-ban a függvényérték legalább A, és muszáj, hogy alatta legyen, mert a B-ben a függvényérték legfeljebb B vagy kevesebb, akkor fönt, a lent valahol közte átmetszi. Azt hívjuk úgy, hogy fixpont, az egy olyan pont, aminek a képe saját maga. Miért jó ez nekem? Hát még egy másik tétel, úgy fogom hívni, hogy az átellenes pontok tétele. Ha egy körvonalat képezek egy egyenesbe, akkor lesz két átellenes pont, aminek ugyanaz a képe.
megint talán egy grafikont, vagy egy ábrát készítettem ehhez. Ugye van egy körvonalam, és minden pontjára a körvonalnak rá van írva egy szám. A körvonalat beleképeztem a számegyenesbe. Na most akkor csinál az ember egy ilyen vektort, egy irányított átmérő. Van a végén egy P, van a kezdőpontján egy Q, vegyük a P-Q függvényt, és kezdjük el forgatni ezt a vektort. Lesz egy pillanat, amikor átfordul, 180 fokot tesz meg. Na most akkor ugyanaz marad geometriailag a vektor, csak az iránya változott meg, és akkor, bocsánat, ugyanazok a PQ-k vannak odaírva, csak megváltozott a Q-ból a P-be mutatott, most pedig a P-ből mutat a Q-ba, tehát a függvényérték, a végpont mínusz kezdőpont, az pozitívból negatívba változott. Mikor változott pozitívból negatívba? Hogy fordult körbe a vektor. Hát akkor valahol közte éppen nulla is volt, igaz? Pozitív volt, szépen folytonosan változott, negatív lett, valahol közben nulla is volt, és a valahol közben nulla volt, az azt jelenti, hogy ugyanaz a kezdőpont meg a végpont. Mire jó egy ilyen tétel? Kérem szépen, mondjuk egy egyenlítőn vagy egy szélességi körön, minden ponthoz, az egy kör, odaírjuk, hogy ott éppen hány óra van. Mi történt? A körvonalat beleképeztem egy időegyenesbe. Mit mond a tételünk, a fix pont tétel, vagy bocsánat, az átellenes pontok tétele mit mond? Azt mondja, hogy két átellenes pontban ugyanaz a függvényérték, ugyanannyi idő van, két átellenes pontban. Tehát az nem lehet. Az egyik pontban süt a nap, a másik pontban nem süt a nap, mert az a föld túlsó felé van. Nem lehet ugyanannyi az idő. Mi következik ebből? Az, hogy ez a leképezés nem lehet folytonos. Tehát ha szépen az egyenlítőre vagy szélességi körre ráírjuk a helyi időket, akkor szükségképpen ebben valahol kell, hogy legyen egy hopp, ahogy az előbb mondták, mert ezt hívják úgy, hogy dátumválasztó vonal ott van. Ugye abban persze van szabadságunk, hogy olyan helyre tegyük a dátumválasztó vonalat, ahol hát kevesebb problémát okoz, mondjuk a csendes óceán közepére, de hát azért vannak ebből problémák, tessék, itt van egy probléma. Hétfő reggel felszállunk a repülőre, két órát repülünk, és vasárnap délelőtt 10-kor megérkezünk. Ha megfelelő irányban lépjük át a dátumvonalat. Ki találkozott ezzel a problémával először? Hát Magellán természetesen, és ki nyert rajta nagyon sok pénzt, Fájlisz fog Verne Gyula könyvében 20 ezer fontot, ami hát régi font. No. És akkor ugye mit csinál a matematikus? Az mindig általánosít. Igen. Volt nekünk egy tételünk, hogy zárt intervallumot önmagába képezünk, van fix pont. Hát ami a intervallum. Mi felelhet meg annak a síkon? Mondjuk egy háromszög. Ha egy háromszöget folytonosan saját magára képezünk, mindig van fix pont. Vagy akkor a térben egy tetraédert, háromszög alakú gúlát. És tulajdonképpen nem a háromszögség itt a fontos. Lehet ehelyett másra is gondolni. Gondolat meg egy négyzetre, vagy egy körlapra. Korlátos zárt konvex legyen. Olyan legyen, amivé egy háromszöget át lehet gyömöszölni. Tehát ha van nekem egy plasztilin háromszögem, nyújthatom, zsugoríthatom, deformálhatom, de nem téphetem el, folytonosan deformálom, lehet belőle négyzetet, kört csinálni, azok jók itt a háromszög helyett. Ezek fontosak, tehát korlátos zárt konvex, tehát még egy lyukas háromszögre nem igaz a tétel. Ha kiszúrom a közepét a háromszögnek, akkor meg lehet csinálni azt, hogy fordítok rajta 120 fokot, önmagábra képeztem rá, és nincs fix pontja, mert minden pontja elfordult. A középpont maradna fixen, de azt kivettem belőle. Vagy egy nem korlátos halmaz, tehát vesz az ember egy hosszú szalagot, azt el lehet tolni önmagában, annak sincs fix pontja, de ez meg nem korlátos. Hát nézzünk néhány alkalmazást. Nagyon érdekes alkalmazás. Van egy darabunk, csinálunk róla egy térképet. Valahogy a térképet oda tesszük az adott területre, akkor mindig van olyan pont, ami egybeesik a térképen meg a ponton.
Ugye ezt szokták népiesen mondani, hogy oda lehet szúrni az itt áll ön táblát, az egybeesik a térképen, meg a valóságban. No, még egy alkalmazás, vagy hát ilyen vicces alkalmazás, hogy egy pohár koktélt sose lehet Isten igazából megkeverni, mert hát ugye akkor akárhogyan is folytonosan kevergetem a koktélt, lesz benne egy pont, ami fixen marad. Mert ugye a számítógépes szemléltetés nagyon fontos, tehát hogy jobban el tudják képzelni, ez egy koktél. Ezt nem lehet megkeverni. Jó, persze, vicc, mert jó, tudom, hogy van valahol egy pont, ami helyben marad, de nem tudom, melyik az a pont, tehát ott vagyok vele, ahol a part szakad. Na és hát akkor nézzük a pizzákat, mert ideje a pizzákról beszélni. Vannak-e igazságos osztások? Anyuka első feladata, egy pizzát egy egyenes vágással úgy félbe szeretnék vágni, hogy megfelezzem a kerületét is, meg a területét is. Ugye a területét azért, mert Andrásnak meg Bélának ugyanannyi pizzát kell adni, a szélét meg azért kell felezni, mert azt is igazságosan kell elosztani, hogy a széle a ropogósabb. No, hát mi lehet ennek az ügyes módszere? Ugye azért olyan alakú, mert az a pizza, és ez a piros vektor, ez olyan a B-ből indulva, hogy a B-ből indulva a C az a kerületet felezi. Oké? Tehát a kerület felező átellenes pont. A területet nem felezi, ugye szemmel látható, hogy a felső terület az nagyobb. Ha a B-t elkezdem mozgatni, és a C mindig úgy mozog, hogy a kerület felezve maradjon, ezt meg lehet csinálni. Mozgatom. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a felső terület a nagyobb, talán jobb lenne azt mondani, hogy a balkézre eső terület. Vektor irányba nézek, balkezemre eső terület a nagyobb. Mozgatom körbe, ugye még mindig a balkezemen eső terület a nagyobb. Na most, ha ennyire körbe forgatom, akkor megfordult, szerepet cserélt a két fél. Most már a jobb kezemre eső terület a nagyobb. Hát akkor valahol közben a kettő egyforma volt, igaz? Nem tudom hol, de valahol volt egyforma. Anyuka első problémáját meg lehet oldani. Itt látják a bizonyítást. Na, itt a második pizza feladat. Most két pizzát sütött anyuka, és egyetlen egy vágással akarja mindkét pizzát félbevágni. Meg lehet csinálni? Kérem szépen, meg lehet csinálni. Itt látják a kiindulást, ez a két pizza feladat eleje. Van a fekete átmérőm, és a piros meg a kék a két pizza. Na most ugye a piros kést be tudom úgy állítani, hogy a pirosat felezze. Azt, hogy ha meg lehet felezni a pizzát, azt már tudjuk. Na, a kéket is beállítom úgy, hogy a kéket felezze. Csak az a baj, hogy ez most nem egy vágás, hanem két vágás, ugye a piros vágás meg a kék vágás. Nincsen baj. Most elkezdem mozgatni magát a fekete átmérőt, hogy a piros meg a kék azok mindig feleznek, hogy amikor átfordul, akkor ugyanoda kerülnek, csak szerepet cseréltek. Valahol közte van egy pillanat, amikor ez a két egyenes egybeesik. Na, azt a pillanatot kell elkapni, ott egyetlen egy vágással elosztható a két pizza. Harmadik pizza feladat, egy pizzám van, két vágással négybe akarom vágni. Meg lehet csinálni? Hát nézzük meg. Ismerjük most már a játékot, beletesszük egy jó nagy körbe, van a piros átmérő, és azt nyilván meg lehet csinálni, hogy veszek egy vele merőleges, rá merőleges területfelező egyenest, meg egy vele párhuzamos területfelező egyenest. Ilyet lehet csinálni, hogy azt már tudjuk, hogy,
hogy területfelező egyenest tudok csinálni, mert elkezdem balról mozgatni a kést jobbra, és lesz egy pillanat, amikor pont felez. Na, hát itt akkor jön egy kis számolgatás, és csinálunk egy függvényt, T1-T2 legyen az FP, és ha 90 fokot fordítok azon a pirosomon, akkor tulajdonképpen az egyenesek maradtak a helyzetük, csak az irányuk változott meg, és előjelet vált ez a ravasz függvényem, akkor a negyed fordulat közben valahol nulla. No, hát így lehet pizzákat felezni. Egy picit tovább lapoznék, és egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani, a Sperner lemmát. Sperner lemma a következőt mondja ki. Van egy háromszögünk, itt látják a háromszöget, felbontjuk kis háromszögekre, utána beszámozzuk, a csúcsokba azt írjuk, hogy 1, 2, 3. Az éleken levő osztópontokra, ugye az 1-2 ére csak 1-2-est írok, a 2-3 közé csak 2-3-ast, az 1-3 közé csak 1-3-ast, belülre azt írok, amit akarok. Csinálok egy ilyen hálót, úgy hívjuk ezt, hogy ez egy Sperner számozás, és hát az a poén, hogy van-e olyan háromszög, ami 1-2-3, tehát teljes háromszög. A Sperner lemma azt állítja, hogy ilyen mindig van. Méghozzá páratlan sok, hát ezen az ábrámon, ezen mondjuk pont 5. Sperner lemma bizonyításáról, hát csak nagyon skiccelek egy bizonyítást, ugye itt látják a teljes háromszögeket, az 1-2 éleket kiemeltem, az 1-2 élek vannak pirossal megjelölve, mondjuk ezek ajtók, és akkor tudok sétálni a kis háromszögek között. És az az érdekes, hogyha elindulok valahonnan, akkor teljesen egyértelmű, hogy csak egyfele tudok tovább menni, és ahol elakadok, az mindig egy teljes háromszög. Itt látják ezeket a sétákat, ez egy lehetséges séta, itt bemegyek és kijövök a végére, ez is egy lehetséges séta, rögtön elakadok, vagy ilyen séták is vannak, hát ebből szépen kijön a lemma, kiterjeszthető magasabb dimenzióra, térben, még magasabb dimenzióban. No, ezekről. Ebből ki lehet ezt a fixpont tételt, ezt be lehet bizonyítani a Sperner lemmával, ezt most átléptük. És térjünk vissza a pizzaosztáshoz. Ez egy újabb feladat, ez az irítségmentes osztozkodás. Van a pizzánk, van N gyerek. Na most az én feladatom az, hogy úgy felvágjam a pizzát N darabra, hogy minden gyerek, amikor rámutat a szerinte legjobb részre, különbözőekre mutasson rá. Ugye az világos, hogy akárhogyan osztom fel N darabra a pizzát, minden gyerek legalább az egyik darabbal elégedett. Az nem lehet, hogy minden darabot egy per ennél kisebbnek lásson. És mindenki mutasson rá a neki legszimpatikusabb darabra, és azok mind különbözőek legyenek, mindenki megkaphassa a szerinte legnagyobbat. Ez az irítségmentes osztozkodás. Utána, amikor elmennek, mindenki meg van győződve arról, hogy ő járt a legjobban. Az előbb ezt nem tudtuk garantálni. Na, meg lehet-e csinálni az irítségmentes osztozkodást? Hát kérem szépen, meg lehet csinálni. Itt van egy érdekes dolog, ez a súlyponti koordináták. A súlyponti koordináták azt jelentik, hogy egy háromszögnek tulajdonképpen mindegyik pontját előállíthatom úgy, hogyha az ABC-be teszek súlyokat, akkor valahol lesz a súlypont a háromszögön belül. És amilyen súlyokat tettem a három csúcsba, azzal tudom mozgatni a súlypontot, ezzel be tudom háromszöget járni. Ugye világos, hogy a csúcspontokat úgy tudom elérni, hogy egyet teszek oda, és nulla nullát a másik kettőbe. Megcsinálom ezt a háromszöghálót ezen a háromszögön, beszámozom ABC-vel, ugye a három gyerek Aladár, Béla, Csaba, ez a N egyenlő három eset.
és megkérdezem mindenkitől, hogy melyik darabot kéri. Ugye a háromszög bármely pontjának van egy súlyponti koordináta, hármasa, és ez meghatároz egy háromba vágást. Hát ki fog derülni, hogy ez egy Sperner számozás a háromszögön, és van teljes háromszög, ugye azt mondja a Sperner lem, hogy lesz teljes háromszög, azt a lesz teljes háromszög, az már egy kisebb háromszög, azt megint sokba vágjuk, megint Sperner számozás, és hát ilyen módon meg lehet kapni egy eléggé kicsi háromszöget, vagy hát határhelyzetben egy pontot, ami képviselni fogja az irigységmentes osztozkodás lehetőségét. Na, és akkor beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha rossz dolgokat kell elosztani. Ugye eddig az volt a mondás, hogy mindenki minél nagyobbat akar. Hát most a rossz dolgokból mindenki minél kevesebbet akar. Ez egy nagyon érdekes feladat, hogy egy kiadó házban van N szoba, és N ember ki akarja bérelni ezt a házat. És hát az embereknek vannak különböző preferenciái. Tehát ugye én attól függően vagyok hajlandó beszállni a bérleti díjba, hogy melyik szobát kapom. Ugye világos, hogy esetleg az egyik szobáért többet vagyok hajlandó fizetni, másikért kevesebbet. Meg lehet mutatni, ezt meg lehet csinálni. Tehát mindig meg lehet csinálni, minimális feltételek mellett elosztható a dolog. Én most... Igen, ez egy érdekes dolog, hogy valójában egy ilyen feladatot vissza lehet vezetni az előző esetre. Ez egy ilyen jellegzetes matematikus dolog megint, hogy visszavezetjük az előző esetre. Hát a klasszikus vicc erről úgy szól, hogy mit csinál a matematikus, hogyha ugye van egy ház, ami nem ég, van egy tűzoltó, fecskendő, meg gyufa, akkor hogy kell eljárni? Hát először felgyújtjuk a házat, és aztán az égőház eloltása, az már egy ismert algoritmus, azt alkalmazzuk. No, hát hogyan lehet elosztani a legegyszerűbben ezt a bérletet? Mindenki fizesse be a teljes ház bérleti díját. Hát ebből a tulaj megkap egy részt, és marad egy csomó pénz, amit föl kell osztani. Az, hogy kell felosztani egy csomó pénzt N ember között, az már egy ismert eljárás, ugye? Azaz mindenki lehető legtöbbet akarja. No, még egy általánosítást fölírtam. Ugye volt egy tételünk, hogy a körvonalat egy egyenesbe képezzük, akkor két átellenes pont képe megegyezik. Logikus általánosítás, hogy egy gömbfelületet egy síkba képezünk, akkor két átellenes pont képe megegyezik. Meg akkor, ha egy k-dimenziós tér gömbjét egy k-1 dimenziós. Na, szóval lehet ezt általánosítgatni. Nem bizonyítjuk be, de kimondjuk a sonkás szendvics tételt. A sonkás szendvics tétel az azt mondja, hogy van három korlátos testünk, ugye ez a kenyér, a vaj, meg a sonka, az három test, és egyetlen egy egyenes vágással mind a hármat egyszerre félbe lehet vágni. Bizonyítás, aki figyelt eddig, nem újdonság, egy jó nagy gömbbe húzunk egy irányított átmérőt, külön-külön felező testek, külön-külön felező síkokat veszünk fel, ravasz függvényt definiálunk, ugye tessék megnézni, hogy ez egy olyan függvény, ami a gömbfelület pontjához két számot rendel hozzá, két szám az egy sík. Ugye két koordinátája egy síknak van. A átellenes pontok tételéből adódik az állítás. És akkor még egy felezési feladat, konszenzusos felezésnek neveztem el. Ez a nagyon rossz indulatú aladár. Aladár rossz Béla választ, és Aladár azt szeretné, hogy az ő része az ő mértékével legyen legalább a fele, és még ráadásul Béla része a Béla mértékével legyen legfeljebb a fele. Tehát ne csak én járjak jól a saját mértékem szerint, hanem ő meg járjon rosszul az ő mértéke szerint. Ez a legsötétebb rossz indulat, igaz? De tessék belegondolni, hogy a két rossz indulatnak mi lesz az eredménye. Az lesz az eredménye, ha Béla is így akarja, hogy pontosan felezni fognak. Tehát olyan felezést fognak csinálni, hogy fele-fele jut exaktul mind a kettőnek. Már ha meg lehet csinálni, persze meg lehet csinálni. Itt az általánosabb megfogalmazás.
meg tudunk-e úgy felezni egy pizzát, hogy N gyerek mindegyike igazságos felezésnek lássa. Ne csak kettő, akár N gyerek mindegyike igazságos felezésnek lássa. Van ennek értelme? Hát kérem szépen például egy nagyon jellegzetes példa erre a szituációra, hogy van két kutatócsoport, valahol kutatnak a dzsungel mélyén, van benne persze néprajzos, meg csillagász, meg geológus, meg biológus, mindenféle kutatók, és a kutatási időt valahogy el kell osztani. Na most az időt máshogy mérik ők. Tehát olyasmire tessék gondolni, hogy a csillagásznak valószínűleg az esti vagy éjszakai órák értékesebbek. A geológus az szívesen a sziklákon a alkonyatkor, amikor már nem süt annyira a nap. De tűző napon is tud dolgozni, csak annak nem örül annyira. A biológus az megint mást szeret. Meg lehet-e csinálni egy ilyen felezést? Hát kérem szépen, nem megyek bele a bizonyításba, de meg lehet csinálni. Ez a borszuk tétel, ez garantálja, hogy létezik ilyen felezés. Viszont megmutatom egy illusztráción. Sajnos nem lesz nagyon jó az illusztráció, mert elfelejtettem egy sort beleírni a programba, és nincs itt a kérdéses szoftver. Ez a két görbe, a kék görbe meg a piros görbe, ez két mondjuk Aladárnak meg a Bélának a mértéksűrűség függvénye. Ugye ezt a 0-1 intervallumot akarják elosztani. Mondjuk a piros az Aladáré, és látjuk, hogy az Aladár itt ez a 0,8-0,9 értékeket, azok számára többet érnek, mint a 0,1. A Béla az kevésbé durván eltér, Béla meg az alját tartja egy kicsit érdekesebbnek, és ugye látják azt a függőleges kést, ugye van már rutinjuk, a kés az Aladár felező vágása. Ugye látják, hogy a piros grafikont körülbelül félbe is vágja, a grafikonok alatti területeket kell nézni. Tehát a kés az úgy áll, hogy itt a piros grafikon alatti terület balra, a piros grafikon alatti terület jobbra, tehát ez a terület itt, meg ez a terület itt, az körülbelül ugyanakkora, és ez a kés, ez Aladár szempontjából tökéletesen felez. Béla szempontjából nem felez jól, ugye? Azt látjuk, hogy a Béla a baloldali rész sokkal nagyobbnak méri, mint ezt a kicsi jobb oldalit. Akkor mit tegyünk? Hát kérem szépen, vegyük észre azt, hogy ez nem egy kés, hanem két kés, csak a másik kés nem látszik, de ezt az egy kést elmozdítom egy picit, akkor előbukkan a másik kés, látják? Ha viszem azt az előző kést, viszem jobbra, és akkor balra jön az a másik kés, ez a két kés úgy tud mozogni, hogy Aladár mindig felett vág. Tehát a két kés közötti rész az Aladárnak mindig jó. Na és hát mi a poén? Ugye most a két kés közötti rész, azt tetszenek látni, hogy micsoda. Most, hogy mozgatom erre, Aladárnak mindig jó a két kés közötti rész. Ha átmozgatom a másik végére a egyik kést, akkor ugyanaz a felező vonal lesz, csak máshogy fog állni a Béla része. A két kés közötti rész Aladárnak mindig jó. Nézzük, hogy Bélának mi a helyzet. Bélának a két kés szétfele eső részek járnak. Béla most keveset kap, most meg már sokat kap. Lesz egy pillanat, amikor Béla is pont egy-kettedet kap. És hát látják, hogy megoldható a felezés, csak két vágás kell hozzá. Tehát ezt a egy darab intervallumot két vágással háromba tudom vágni úgy, hogy az egyik rész megy Aladárnak, a két szélső meg Bélának, és mind a kettő azt látja, hogy a saját mértékével megkapta a felét. No.
Ezt hívjuk úgy, hogy konszenzusos felezés. És akkor még egy dolog, valami rosszat kell elosztani, mondjuk a lakástakarítást. Mit tegyünk? Ugye világos, hogy mit tudom én, Aladár az semmiképpen nem hajlandó a mellékhelyiségeket takarítani, vagy hát nagyon nem szeretné. Béla meg azt mondja, hogy oké, én elintézem a mellékhelyiségeket, hamarabb végzek és megyek focizni. Mind a kettőnek más a mértékfüggvénye. Na most en gyerek van, föl kéne osztani. Méltányos módszer működik. Ugye tessék elképzelni lakás rajzát, visszük a kést, mozgatjuk, az egésztől mozgatjuk lefele, és lesz egy pillanat, amikor valaki fölkelt, hogy na, azt én már elvállalom. Oké, vigyed, kevesebben maradtunk, kevesebben osztjuk föl a maradékot. Ezt hívtuk méltányos módszernek, az irigységmentes módszer az sokkal nehezebb. Rossz dolgokat irigységmentesen felosztani az egy bonyolult feladat. Minden esetre az N egyenlő 3 esetet itt leírtam, meg lehet csinálni. Tehát először Aladár, Béla és Csaba irigységmentesen 3-ra osztanak. Mindenki a legnagyobbat akarja megfogni. Azért a legnagyobbat, mert amit Aladár kiválaszt, az Béla meg Csaba fogja megkapni. Tehát ezért törekszenek ők a legnagyobb kiválasztására. És tessék megnézni, Aladár részét Béla meg Csaba közt felosztjuk. Méghozzá úgy, hogy Aladár meg Béla konszenzussal feleznek, és Csaba kiválasztja a nagyobbikat. Utána Béla részét felosztjuk Aladár, Csaba közt, Csaba részét Aladár, Béla közt. Ez egy irigységmentes osztozkodás. Hát a en nagyobb 3 esetek azok az űrösebbek. No, hát talán látták, hogy működik a matematika. Természetesen nincs matek házi feladat nélkül. 3 jópofa feladatot megfogalmazok, hát ha megérint valakit. Első feladatom az, hogy van egy kocka alakú torta, tetején 4 oldalán cukormáz, 5 fele kell osztani. És nyilván az a feladat, hogy a torta is egyenletesen jusson, meg a cukormáz is egyenletesen jusson mindenkinek. Hogy lehet megcsinálni? De most konkrét megoldást kérek, tehát nem az a kérdés, hogy meg lehet-e csinálni, eddig arról beszéltünk, hogy meg lehet csinálni. Arról nem beszéltünk, hogy hogyan. Most a hogyan az izgalmas, kérem szépen így. Felülnézetben látjuk, ez a felülnézete a kockának, és a vonalak mentén végig kell vágni. A trükkje az, hogy úgy vannak ezek a 3 szögek, hogy a kerületet osztottam 5 részre, tehát ugye akkor ez 4/5, 1/5, 3/5, 2/5, 2/5, 3/5, 1/5, 4/5, és ami a kerületeket megosztotta, akkor a területek is meglettek pont 5-be osztva, de vajon miért? Tehát tessék belegondolni, ez egy jó osztás. A második feladatom, hogy kerületet, területet tudunk egyszerre felezni, de most nem akárminek feleztük a kerületét meg a területét, hanem egy 3-szögnek. Bizonyítsuk be, hogy a egyenes átmegy a beírt kör középpontján. Jellegzetes geometria feladat, ugye beírt kör középpontján kell átmenni. Harmadik feladatom, ugye tudjuk, hogy egy akármilyen irányú egyenessel meg lehet felezni a 3-szöget, az oldalára merőleges egyenessel is meg lehet felezni a 3-szöget, de most szerkesszük is meg azt a felező egyenest, ami felezi a 3-szöget és az oldalára merőleges, körzővel, vonalzóval természetesen. No, hát ezt szerettem volna elmondani önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet, még 2 mondatot engedjenek meg. Először is hoztam egy kis szóróanyagot, ami matematika szakunkról, ha valakit érdekel, vigye bátran, és hoztam valamit, ami biztos érdekelni fog mindenkit, ilyen jópofa kivágós cuccok ki lehet vágni, össze lehet ragasztani, aranyos cuccok lesznek belőle, természetesen az elvárás, hogy igazságosan osztozkodjanak a lapok között. És hát még azt mondom, hogy akkor egy 5 perc múlva, hol is, a sportpályán? Hát az a baj, hogy elég rendesen esik az eső. Esik az eső? Elég rendesen esik az eső, de jó, bocsánat, mindegy, tehát először is megtapsoljuk.